Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves testvérek, most a bibliai szövegű keresztút alapján haladunk, melyet Wilhelm Nakatenus jezsuita áheni testvér 1682-ben fogalmazott meg. És kérjük, hogy a Szentírás megérintse mindannyiunknak a szívét, hogy be tudjunk lépni abba a misztériumba, abba a titokba, amit Jézus Krisztusnak a passiója, kereszthalála jelent számunkra. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az istentelenek gonoszságukban így szóltak egymáshoz. Az igazat szaván fogjuk, mert cselekedeteink útjában áll. Isteni tudással dicsekszik, és Isten fiának nevezi magát. Meglátjuk, igazak-e szavai. Ha Isten fia, szabadítsa meg kezünkből. Szégyenteljes halálba kergetjük. Isten saját fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Hatalmas örök Isten, add Urunk szenvedésének titkát úgy ünnepelnünk, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük. Mutasd meg nekünk, hogyan tudjuk elfogadni még az igazságtalan ítéletet is. Hogyan tudunk veled egyesülni a keresztúton. Hogyan tudjuk megmutatni, valóban a te tanítványaid vagyunk. Segíts bennünket, hogy életünkben megvalósítsuk az ártatlan bárányt, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekem. Igen, azt hiszem, hogy ez az életemben egy nagyon nagy fordulópont. Mindig hívő voltam örök életemben, de talán annyira aktívan, mint most, még soha nem vettem részt ebbe a csodálatos ünnepbe. Talán ott kezdődött, hogy Kálmán atya nem is felkérésére, csak megemlítette, hogy énekkar is van itt a mi templomunkban, és én olyan késztetést éreztem arra, hogy én ide eljöjjek, és hát tulajdonképpen most az énekkar tagjaként is itt vagyok. Sajnos az egész világ kicsit keresztény ellenessé vált, és ezt nyugodtan mondhatom akár Európára is, mert az ember mindennapi életében tapasztalja, hogy valahogy elpártoltunk egy kicsit a hittől, és ez hihetetlen nagy hiányosság az emberek életébe. Talán a viselkedésünkbe, a mindennapi életünkbe is hihetetlen módon megnyilvánul az, hogy nem hiszünk, és elrugaszkodtunk egy kicsit a Jóistentől. Üdvözlégy, királyunk! Csak te könyörültél meg nyomorunkon, az atyának engedelmeskedve. Úgy vezettek a keresztre feszítésre, mint türelmes bárányt a vágóhídra. Tiéd a tisztelet és győzelem, tiéd a dicséret koronája és a dicsőség. Ezért fussunk mi is kitartással a versenypályán, amelyen haladnunk kell, Jézusra tekintve. Örömben lehetett volna része, mégis a keresztet vállalta, nem tekintve a szégyenre és gyalázatra. Az Úr ráhelyezte minden gonoszságunk, népe bűneiért sújtotta őt. Isten,
üdvösségünkért engedted, hogy fiad magára vegye a keresztet. Engedd, hogy a Szent Kereszt által mi is a feltámadás dicsőségére jussunk, hogy beléphessünk abba az örömbe, amit a veled való találkozás jelent, éppen azáltal a szenvedésen keresztül, amelyet Szent Fiad értünk vállalt. Add, hogy mi is vállaljuk érted és egymásért a szenvedést, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekem. Picit úgy érzem, hogy beestem idén ebbe a keresztútba. Már két gyermekünk van, és ugye az életünk egy kicsit ilyen zsibongás folyamatosan. És úgy érzem, hogy nehezen tudok magamba fordulni, és megtalálni a Jóistent, és talán most egy kicsit a húsvétot is, így érzem. De minden évben, ahogy minden évben most is sokat jelent, és főleg mit kellett volna még tennem? Ez a keresztút, hogyha eddig nem is sikerült, ez megindít, és bízom benne, hogy legalább ha eddig nem is most ebben a három napban meg tudom élni ezt azon a mélységben, ahol szeretném. Úr Jézus Krisztus, az élő Isten fia, a világ megváltója. Te a hatodik óra táján a keresztre feszítettél, és bűneink bocsánatáért véret kiontottad. Alázattal kérünk, halálunk után engedd örömmel átlépnünk az örökké valóság kapuját. Mutasd meg nekünk, hogy sebeidből fölfakad a mi üdvösségünk. Add meg nekünk az erőt, hogy viselni tudjuk mi is, érted, azokat a sebeket, melyeket az élet fölad a szenvedésre. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekem. Ilyenkor a keresztúton mindig az ember átérzi a saját sorsán keresztül Jézus szenvedését. Az élet ma bármilyen modern, bármilyen szép, mindig hordoz gondokat, problémákat, nehézségeket, és bizony haláleset is van benne, és ilyenkor sokkal könnyebb azonosulni Jézusnak azokkal a szenvedéseivel, amit ő átélt, amit az emberiség elkövetett ellene. A gonoszok közt jelöltek ki neki sírhelyet, mégis halála után egy gazdag sírja lett nyugvó helye. Ha majd véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot. Sokaknak meghozza az igazságot, sokakat magáévá fogad, mert életét feláldozta. Azon a napon jelként áll a népek előtt. Eljönnek a pogányok, és sírja dicső lesz. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Isten, te fiat halálában megerősíted reményünket abban, amit hiszünk. Feltámadása által engedd eljutnunk oda, ahová igyekszünk. Add, hogy ez az üres sír, melyet harmadnapra megláthatunk, fölébressze mindannyiunkban a hitet. A hitet, hogy szeretsz minket, hogy értünk haltál meg, s támadtál fel, megmutatva a mi feltámadásunk lehetőségét is. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekem.